Ha a magyar királyok kerülnek szóba, akkor biztosan mindenki tud mondani egyet-kettőt. Például Szent István első királyunk, aki felvetette velünk az akkoriban nagyon trendi és egyetlen igazi katolikus hitet. Vagy például Szent László lovag király. Második András, aki miatt létrejöhetett a legidegesítőbb YouTube videó valaha. Második András, magyar király! Negyedik Béla, aki sosem volt a helyzet magaslatán. Illetve Nagy Lajos, akinek az uralkodása idején Magyarország partjait három tenger mosta, ami igazából ugyanúgy az egy tenger volt, de akkor is, na. Vagy itt van még mindenki kedvence, Mátyás király, aki még a lelket is kiadóztatta a szerencsétlenekből. De talán feltűnt nektek valami, mégpedig az, hogy már nincsen magyar király. Most van a Viktor, meg a Kati, meg a többi öltönyös, de magyar király az már nincs. De miért van ez? Miért nincsen már király Magyarországnak? Illetve ki volt az utolsó király Magyarországnak? A válasz egyszerű. Mert ő ugyanis nem volt más, mint Karl Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Maria von Österreich. Bocsánat. Faszom. Aki talán jobban úgy ismerünk, mint negyedik Károly. Ki a Károly? Hogy megértsük, hogy mégis ki volt ő, és mégis miképp lett Magyarország királya, vissza kell néznünk egészen a múltba, egészen a születéséig. Karcsi 1887. augusztusában született, a mai Ausztriában található, hát itt. Ő volt Otto herceg és Mária hercegnő első szülött fiú gyermeke. De mégis kicsoda ez az Otto és Mária? Mária egy tök jelentéktelen szász hercegnő volt, még Otto tagja volt a Habsburg-Lotaringiai háznak. Ő volt az akkoriban trónon lévő első Ferenc József egyik unokaöccse. Talán, ha most ránézzünk az osztrák-magyar monarchia uralkodóházának családfájára, tudom, elég retardátul néz ki, ne bántsatok, akkor jókkal mondhatjuk, hogy Otto herceg sem volt sokkal jelentősebb figura, mint a felesége. Nagyon messze álltak a trón megöröklésétől, mivel egyrészt Ferenc Józsefnek is voltak gyermekei, valamint testvére is, akik előttük álltak a sorban. Azonban a sors végül úgy rendelte, hogy ez megváltozzék, de ne szaladjunk ennyire előre. Károly szülei egy érdekes párt alkottak. Ami Karcsi anyja szigorú vallásosságra nevelte őt, az apja nagyon humoros kis fickó volt, aki nagyon sokszor megprenkelte a feleségét és az egész udvart. Károlyban valahogy kevertek a szülei tulajdonságai, könnyed és vidám ember volt, de mindennek előtt buzgó katolikus. Források szerint szeretett a szolgáló gyerekeivel is játszani, és herceg létére sohasem tekintett senkire kevesebbként, aki nem érdemelte volna meg. Tanulmányaiban mindig éreskedett. Tinédzser korára már több nyelvet is beszélt, többek közt az anyanyelvét németet, angolt, csehet és magyart is. Próbálták a monarchia nagyobb népeinek nyelvét elsajátítani, ezzel is azt vetítve a népnek, hogy a királyi család nem csak az osztrák érdekeket képviseli. Ugyebár sok herceggel ellentétben ő már osztrák-magyar monarchiában született, nem pedig a Habsburg birodalomban. A magyar nyelv ismerete még azért volt számára hasznos, mivel családját 1894-ben Sopronba költöztették. Mivel Károly apját, Ottót kinevezték a soproni huszád ezred élére. Állítása szerint a Sopronban töltött ideje alatt szerette meg Magyarországot. Állítása szerint a magyarok mindig őszinték voltak vele. Például akkor, amikor a nyelvtanárai szóvá tették, hogy jó lenne, ha kicsit lejárna a kondiba, mert nagyon nyálpic alkata van. Gyenge fizikuma miatt sokszor volt beteg, de fiatal felnőtt korára kinőtt ebből. 1905-ben, 18 éves korában bevonult a seregbe, majd a kiképzés végeztével 1906-ban Prágába költözött és közjogot és egyházjogot tanult. Tudom, furcsán hangzik ennek a szaknak a neve, de higgyétek el, így is milliószor többet ér, mint a szabad bölcsészet. Bra! Ugyanekkor 1906-ban érte a szörnyű hír, hogy édesapja Otto hosszantartó betegeskedés után elhunyt szifiliszben. Ha én nem vagyok szifiliszes, akkor neked hogy lett? Drágám, tudod, hogy az úr útjai kifürkészhetetlenek. Az a harisnyás picse volt az operett színházból, igaz? Az a harisnyás picse volt az operett színházból. Apja halálával Károly pedig nagyon közel került a trón megörökléséhez. De mégis hogyan? A sztori elején arról beszéltünk, hogy ő és a családja nagyon messze álltak az örökléstől. Most akkor szépen nézzük meg, mi történt a többiekkel. Az akkori uralkodónak első Ferenc Józsefnek az évek folyamán sok örököse volt. Az első nem volt más, mint a kedves testvére, Miksa. Miksát azonban idő előtt elérte a halál.
De mégis mi miatt? Fucking Mexicans! Úgy bizony. Próbálom rövidre fogni. Történt ugyanis, hogy 1864-ben a harmadik Napóleon francia császár egy érdekes ötletet vázolt fel Ferenc Józsefnek. Miközben az Egyesült Államokban dúlt a polgárháború, úgy döntött, hogy itt az idő arra, hogy a franciák felé horribilis és indokotlan mennyiségű mértékben eladósodott Mexikót térdre kényszerítsék. De miért Mexikót? A gigantikus országot a franciák már régóta befolyásuk alá akarták vonni. Azonban az Egyesült Államok ezt sosem nézte jó szemmel. De most, hogy ők polgárháborúban gyilkolták egymást, így nem tudtak közbeszólni. Ekközben Mexikóban is dúlt a polgárháború, mégpedig a korábban a kudarcos kormányok sokaságát felsorakoztató köztársaságpártiak és a köztársaság ellen fellépő konzervatív erők között. Amikor Napóleon megtudta, hogy a konzervatív erők állnak nyerésre, megkereste őket és rábeszélte őket, hogy győzelmük esetén a régi uncsi picsa gyenge köztársaságot cseréljék le egy monarchiára, és ugyebár ahhoz kell egy uralkodó jelölt. Ekkor jött a képbe Ferenc József, mivel az ő dinasztiáját mindenki ismerte és tisztelte. Tehát kézenfekvő volt az ő családjából választani valakit, és ha konzervatívok győzelemre kerülnek, akkor ezt a jelöltet megkoronázhatják Mexikó császárának. És ha egy Habsburg fog ülni a mexikói trónon, akkor az osztrákok és a franciák könnyen be tudják majd folyásolni Mexikó politikáját a jövőben. Ferenc József legidősebb testvére Miksa pedig kapott is az alkalmon és kihajozott a franciákkal Mexikóba, ahol a konzervatív mexikóiak elismerték őt Mexikó császárának. Bra, Mexikó császár, ez milyen jó hangzik már. A harc folytatódott tovább, azonban az USA-ban véget ért a polgárháború, és a köztársasági oldalt elkezdték támogatni fegyverekkel, akik egyre jobban és jobban visszaszólították a császárt. A helyzet odáig romlott, hogy 1867-re a franciák elhagyták Mexikót, harmadik Napóleon pedig sürgette Miksát, hogy ő is menjen velük, amíg tud. Miksa azonban nem ment sehova. Végül 1867 májusában a császárpártiak teljesen elbuktak, Miksát pedig a mexikóiak golyó általi halálra ítélték. Ne. Szerintem ennek nem most van itt az ideje. Bocsánat. Jó. Legyen akkor osztrák-magyar monarchia. De hát ez kurva jó. Ezzel egy trónörökös kilőve. A következő a sorban nem volt más, mint Ferenc József és Sisi egyetlen fiúgyermeke, Rudolf. Rudolf az a fajta ember volt, aki az egész világot akarta magának. Soha nem tudott lenyugodni egy percet se, neki mindig csinálnia kellett valamit. Beközt politizált, természettudományi tanulmányokat folytatott és velük kapcsolatban írt könyveket, kiállításokat tartott, rendezett és látogatott, különféle nyelveket megtanult, illetve Európa több koronás főjével is jó viszonyt akart ápolni. Egy szóval nagyon fel akart készülni az uralkodásra. Azonban 30 éves korára mániákus depressziója lett neki, valamint a legtöbb koronás főjével is megromlott a viszonya. Feleségével is, hát hogy is mondjam, garra ment minden, és elvált tőle. Ami a királyi családban egy hatalmas nagy tabu volt, és elég nagy szakadét vált közé, és az édesapja közé. Végül, miután elvált a feleségétől, a mindössze 17 éves szeretőjét akarta elvenni feleségül, ami persze fizikai képtelenség volt, így végül Rudolfot legyőzte a depressziója, és 1889-ben ő és a szeretője kettős öngyilkosságot követtek el. Ez nagyon letaglózta Ferenc Józsefet, de közel sem annyira, mint feleségét, Sisit, aki onnantól kezdve csak feketét hordott, és leszokott a vigyorgásról. A császár egy ideig nem is nevezett ki örököst, de végül állt, hogy nem halogathatja tovább, és egy másik testvérét, Károly Lajost nevezte ki trónörökösül. Róla érdemes tudni, hogy ő a világ legunalmasabb embere volt. Ugyebár neki sok gyereke volt, de csak kettő volt, akire ő maga is hagyhatta volna a trónt. Az egyik a korábban említett Otto herceg, Károly apja, a másik pedig Otto idősebb testvére, Ferenc Ferdinánd. Gondolom, te még sosem hallottál erről az emberről. Károly Lajos ezen két fiú gyermeke között nagy rivalizálás volt. Otto állítólag csak azért nevezte el Károlyt Károlynak, hogy ezzel az apjának kedveskedjen. Tudjátok, mert Károly... Ezek az osztrák trónörökösnevek olyan furcsák. Fox kettő magyar hangzású keresztnevet, majd utána írott, hogy Ludwig von Mozart by Sebastian Adolf von Segrepes, vagy valami ilyesmi.
De visszatérve az apjukra, ő is hamar kihullott a sorból, ugyanis 1896-ban Egyiptomban és Palesztíniában járt, és elkövette azt a hibát, hogy a Jordán folyó vizéből ivott. Drágám, lehet, hogy nem kéne abból inni. Egész Palesztina abba a folyóba szarik, meg néha holtesteket is beledobálják, legalábbis én úgy hallottam. Ugyan már, az anya természet csak azért pakol tele lényegében minden szar baktériumokkal, hogy megerősítse a szervezetünket. Károly Lajos halála után a trónörökös szerepe Ferenc Ferdinándra szállt. Tudod, a csávó, akiről még sosem hallottál. Mivel ő volt az idősebb testvér. Állítólag Otto egész hátralévő életében megvetette a testvérét, mivel úgymond nem ő lett a trónörökös. Ami így tök jó dolog egyébként, tudjátok. Na, de beszéljük egy kicsit Ferenc Ferdinándról. Neki volt egy különleges kapcsolat a Ferenc Józseffel, mégpedig az, hogy utálták egymást, mint a szart. Nagyon sok okuk volt rá, de elég, ha csak kettőt említünk. Az egyik Ferenc Ferdinánd világnézete volt. Ő ugyanis egy olyan monarchiát akart, amiben a kisebbségeknek valamennyivel több joguk van, és nem csak az osztrák és a magyar fél dominanciája érvényesül lényegében. Bra, jogot adni a kisebbségeknek, mekkora szűz. De amit talán legjobban felbaszta Ferenc József császárt, az nem volt más, mint Ferenc Ferdinánd házassága. Ferenc Ferdinánd ugyanis 1900-ban feleségül vett egy cseh nemesi család egyik leszármazottját, Sotek Zsófiát. De vajon mennyire is volt nemes Zsófia? Hát, a jelek szerint nem eléggé, legalábbis a Habsburgok szemében. Zsófia családja annyira csóró koporsó volt, hogy igazából csak a nevük volt az egyetlen vagyonuk, úgymond. Azonban ez Ferdinándot nem érdekelte, mivel tudta, hogy az ő szerelmük az olyan igaz, amiért érdemes bármit feláldozni. Még hogy szerelemből házasodni, és nem pedig azért, mert az abuzív szüleid miatt hozzá kell menned van vadidegenhez a világ másik feléről. Mi vélette ez a világ, igaz, Elzsi? Elzsi? Mint Tászbak? Ó. Oh. Erről is azok a tésztazabáló olaszok tehetnek. Azonban ezért a házasságért Ferenc Ferdinándnak is áldozatokat kellett hoznia. Mivel nem tudtalak erről lebeszélni, legyen hát elfogadom. Azonban van egy feltételem. Mi lenne az? A csehlib az sohasem kaphatja meg a magyar királyné, illetve az osztrák császárné címet. Ő csak a trónörökös felesége marad, még tróna kerülésed után is az marad. Továbbá a fattyú kölkeid egyikes a örökölte meg a monarchia trónját. Utánad majd a Habsburg ház egy másik ágából szerzünk valaki mást. Nem értem, miért vagytok vele ilyen ellenségesek? Mi szeretjük egymást. A szerelem ebben a játékban nem jelent semmit. Nem érdekelnek a közhelyi, de tudod, hogy mit? Majd ha egyszer tanács kell, mégis miképp kegessem öngyilkosságba az egyetlen fiamat, majd akkor szólok. Végül Ferdinánd kénytelen volt belemenni ebbe, és elfogadta Ferenc József feltételeit. Ferenc Ferdinándnak azonban ekkor egy új dilemmával kellett megküzdenie. Ha nem a gyermekei, akkor mégis ki fogja majd örökölni a trónt utána. Ezzel a kérdéssel egyáltalán nem foglalkozott, hiszen elvégre még ő maga is csak trónörökös volt. Azonban testvére 1906-os halála mindent új alapra helyezett. Állítólag Otto halála miatt olyan lelkiismert furdalása lett, hogy kompenzálni próbált valamivel. Mégpedig azt, hogy felvette a kapcsolatot Otto fiával, Károlya. Tudjátok, akiről ez a sztori szólna, hogy csak kicsit elkalandoztam. Bocsi. Hello! Kázmér? Károly. Károly, hát ezt mondtam én is. Mit akarsz Ferdinánd bácsi? Részvételmet szeretném nyilvánítani édesapád halála miatt. Ő volt a legkedvesebb testvérem. De utál téged. Megértem, de jóval szeretném tenni. És mégis hogyan? Mi leszek a gyámod? Ha már apád itt hagyott minket. 19 éves vagyok, Ferdinánd bácsi, de 20 éves korodik el egy gyám. Rendben, végül is ez egy nagyon kedves gesztus tőled, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, de ez még csak a kezdet. Lenne egy fontos dolog, amit meg kell beszélnem veled. Mi lenne az? Tudod, én vagyok a trónörökös, vagyis ha az a bécsi kripta szökevény végre feldobja a pacskert, és én megperebetezem a sírját friss húggyal, utána én leszek az uralkodó. Azonban nekem is választani kell egy örököst.
de Ferenc József nem engedi, hogy a gyermekeim örököljék a trónt. Persze majd a halála után, ha én leszek az uralkodó, majd próbálom valahogy felülírni ezt a szabályt, de ha nem sikerül, az azt jelenti, hogy te leszel az én örökösem. Hogy micsoda? Te vagy az idősebb öcsém, elsőszülött fiú gyermeke. Te következel utánam, gondoltam szólok, hogy tud mi a helyzet. Ó, Ferdinand bácsi, nem is tudom, mit mondjak. Nem kell mondanod semmit, fiam, csak ígérd meg, hogy méltósággal fogod viselni ezt a címet. Úgy lesz, bácsikám, úgy lesz. Továbbá azt is ígérd meg, hogy ha majd eljön az idő, Ferenc József temetésén az első sorban lévő üléseket meghagyjátok nekem. Hogy micsoda? Semmi, légy jó, puszi! A 20. születésnapja után Károlyt maga az uralkodó kereste meg, és szóvá tette neki, hogy jó lenne, ha minél hamarabb megházasodna. Nem sokkal később, 1911-ben feleségül is vette azt a nőt, akit már régóta ismert, és régóta szerelmes volt beléje. Akit még akkor ismert meg, amikor a hadseregben szolgált, név szerint Zita Maria delle Grazie di Bourbon Parma hercegnőt. Károly gyakran szökött a katonai támaszpontjára, csak hogy találkozhassanak. Károlyt mindig is lenyűgözte, hogy mennyire okos, független és szép volt Zita, és szerinte ezt tette őt különbé a többi hercegnőtől. De most itt volt az idő, hogy hivatalossá tegyék az egészet. Így hát össze is házasodtak. Akárcsak Ferenc Ferdinánd, Károly is szerelemből házasodott. Csak neki annyi szerencséje volt, hogy Zita a híres Bourbon házból származott, így a milyen rangos dolgokkal ott nem volt probléma. Az egész családból csak Károly és Zita tekintette egyenrangúnak Ferenc Ferdinándot és Otek Zsófiát. Amikor Zita és Otek Zsófia először találkoztak, Zita meghajolt Zsófi előtt, pedig jelen állásban ő volt magasabb rangban. De Zita és Károly tisztelték Zsófiát és azt a szép családot, amit létrehoztak Ferdinánddal. Mindenféle arctalan nevelő helyett ők nevelték a saját gyerekeiket. Sőt, még játszottak is velük, ami igazán nem volt túl gyakori abban a korban. Ekkoriban úgy tűnt, hogy minden felhőtlenül fog alakulni a királyi család, a monarchia és egész Európa számára. Azonban a sors ismét közbeszólt. Szerintem pontosan tudjuk, hogy mi következik. 1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd és Otek Zsófia látogatást tettek Szarajevóban, Bosznia fővárosában, amit a monarchia nemrég annektált a haldokló Oszmán Birodalomtól. A trónörökös és felesége egy katonai gyakorlatot akartak megtekinteni, azonban szinte mindenki óva intette őket ettől, mivel Szarajevót nem tartották túl biztonságosnak. Főleg a szerbek által lakott várost átjárták a szemükben osztrák megszállók gyűlölete, hát főleg ez volt az egyik ok, de Ferenc Ferdinándot ez nem állította meg. Egy nyitott fedeles kocsiban ültek, és villogtatták magukat a tömegnek. Azonban nem mindenki volt rájuk kíváncsi, mármint élve. Egy szerb merénylő előugrott a tömegből, és egy gránátot vágott a kocsiuk felé, ami lepattant róla és a mögöttük lévő kocsi alatt robbant fel. Később a trónörökös és felesége meglátogatták a kórházban a sérülteket, és a merénylet ellenére úgy döntöttek, hogy folytatni fogják az útjukat, csak egy teljesen másik útvonalon. Tudod, azért egy kicsit megijedtem. Nem szabad félni, ezek a terroristák ebből táplálkoznak. Tudom, csak gondolj bele, mi van, ha sikerrel jártak volna. A mai feszült politikai helyzetben tuti találtak volna valami okot, hogy ezt rákenjék az ellenségre, és végre elkezdhessék lőni egymást. Te el tudod képzelni, mekkora vérontás lenne a központi hatalmak és az Antant egymásnak esnének? Akkora vérontás lenne, amit a világ még korábban nem látott is. Tudod, hogy mitől félek igazán? Attól, hogy bármennyi ember is marad a fronton arca lefeküdve a sárba, előbb vagy utóbb úgy is folytatni fogják. Egyre nagyobb és nagyobb mértékben, mert az ember egy gyarló teremtése Istennek, amely sohasem fog változni. Néha elgondolkodok, hogy... Maga mégis mit csinál, nem itt kéne lefordulni. Micsoda, kérem, erről engem nem tájékoztattak, nem magyarázkodjon, csak forduljon már meg végre. Egy pillanat. Maga a fülén ült, amikor az útvonal módosításról beszéltünk? Velem nem beszélték meg, csak maguk beszélték meg ezt négy szem köz. Továbbá kérem, vegye le a hangerőt, majd leveszem a hangerőt, ha úgy tartja kedvem. Amíg a kocsi megpróbált megfordulni, egy éppen a környéken ácsolgó szerb merénylő lövéseket adott le a trónörökösre és a feleségére. Ferenc Ferdinánd és Otek Zsófia nem sokkal később életét vesztették. Ferenc Ferdinánd szerelmes levelében egyszer úgy fogalmazott Zsófiának, hogy mellette szeretne meghalni. Ez a vágya végül teljesült.
Ezután már ismerjük a történetet. A merényletet a Fekete Kéz nevű terrorszervezet követte el, akiknek a kezébe a szerbek adták a fegyvert. A monarchia ki akarta nyomozni, hogy mégis kicsodák, meg miért, meg hogyan, meg tudjátok, hogy lényegében kik állnak a merénylet mögött, és ehhez Szelföldre is menni akartak nyomozni. Bécs a történelem egyik legdurvábban megfogalmazott ultimátumát küldte el Szerbiának. Szerbia azonban tudta, hogy mögötte van az egész antanti, visszautasította az ultimátumot. Kereken egy hónappal, a szarajevói merénylet után az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának. Szerbia védelmére sietett Oroszország, a monarchia védelmére pedig Németország. És így tovább, és így tovább, és egy bő hónapon belül egész Európa hadban állt egymással. Kitört az első világháború. Károlyt lesokkolt a bácsikájának halálhíre, továbbá a háború ténye is. Akárcsak sokan mások, ő is remélte, hogy ez tényleg csak egy villámháború lesz, amely majd az ő győzelmükkel fog zárulni. De tudjuk, hogy ez nem így történt. Persze Károly ekkor már trónörökös volt, hiszen Ferenc Ferdinánd halála után rászállt a pozíció, így hát tartotta magát a kötelezettségeihez, frontlátogatásokat tett, valamint lelkesítő beszédeket mondott. Ich war an allen Fronten, bei allen Truppen unserer glorreichen Armee. Ich sah alle Nationalitäten der weißen Monarchie in vollster Eintracht einem großen Ziele entgegengehen, einem glorreichen Frieden. Azonban a háborúból végre egyáltalán nem lett villámháború, hanem egészen a szöges ellenkezője. De ha már első világháború, akkor szeretnék mutatni valamit, mégpedig ezt a képes lapot 1915-ből. Mint láthatjuk, Ferenc József van rajta, akit éppen meglátogat Sziszi szelleme. És mi az első dolga, amikor visszajön? Megmutatni Ferencnek, hogy milyen elszántan harcolnak a magyarok. Ezt valaki így kitalálta, és így lerajzolta. Szerintem ez valahogy teljesen máshogy néznek ki a valóságban. Hát, nem ez a legjobb muzsika, de még így is sokkal jobb, mint az a Ria. Ferenc! Aki az? Jézus Krisztusom! Ferenc! Erzsébet, te mégis! Ferenc! De te meghaltál! Ez most egy rossz álom, vagy ez a valóság? Ferenc! Nézd, hogy harcolnak a magyarok! Mi ez? Nézd, hogy harcolnak a magyarok! De mit kerestek ki az udvaron? A front innen több száz kilométerre van. Mi ez az egész? Ferenc, nézd, hogy harcolnak a magyarok. Te nem Sziszi vagy. Te csak valami idész nyomás. Menj innen. Nézd, Ferenc. De gyere közelebb. Ferenc. Mondom, távozz. 2002-ben az MSZP fogja nyerni a választást. A szívem, a legdrámaibb szívröm közepén vagyok. Sosem szerettelek. Végül a nagy vérontás második évében eljött Károly ideje. 1916. november 21-én Ferenc József fogta magát és feldobta a pacskert. A gyors lefolyású tüdőgyulladás könnyen végzett a vén emberre, ezzel pedig IV. Károlyból az osztrák-magyar monarchia uralkodója lett. Egyébként egy vicces tény Ferenc Józsefről, valamikor olvastam egy közvélemény kutatást arra, hogy az internet kit tart a leghíresebb osztráknak. Ezen a listán a legelőbb szerepeltek a legegyértelmű választások, például Mozart, Arnold Schwarzenegger, a gonosz osztrák festő, de Ferenc József nagyon hátul kapott helyet ezen a listán. Egészen annyira, hogy még maga Josef Fritzl is beelőzte. Ha nem tudod, hogy ő esetleg kicsoda, akkor inkább ne nézzünk utána, jó? Amikor őt Zitát magyar királyá és magyar királynévé koronázták, akkor hangzott el a koronázáson először a Kölcsei Ferenc által írt magyar himnusz. És utoljára. Ő már nem csak Károly trónörökös volt, hanem első Károly Isten kegyelmével Ausztria császára, Magyarország királya, Cseh, Dalmát, Horváth, Szlavonország, Galícia, Ráma, Szerb, Kun, Bolgár, bla, és a szláv örgrófság ura.
Ácsi, nem arról volt szó, hogy ő negyedik. Az osztrákok máshogy számozzák, aki nálunk negyedik Károly, az nálunk csak első Károly. Sőt, ők nem is Károlynak hívják, hanem úgy, hogy Karl. Karl! Miután elfoglalta az uralkodói trónt, azonnal munkához látott a béke megteremtéséért. Ő eleve ellene volt ennek az egész háborúnak, és látta, amit másokan. Látta, és ezáltal tudta is, hogy nem az a kérdés, hogy a sok nemzetiségű monarchia ilyen körülmények között szét fog-e robbanni, hanem az, hogy mégis mikor. Tudta, hogy ha elveszítik a háborút, akkor ott már nem csak területeket kell átadni, hanem ott bizony az egész monarchia meg fog szűnni, mivel az Antant a legtöbb négy csoportnak függetlenséget ígért. Ezért Károly mindenféle szupertitkos módokon felvette a kapcsolatot Clemenceau francia miniszterelnökkel, hogy valamiféle külön békéről tárgyaljanak. Károly úgy gondolta, hogy ha még időben kiugranak ebből a háborúból, akkor a monarchia ugyan eleshet néhány területtől, de megmarad. Tudta, hogy az Antant fő célja Németország térdre kényszerítése, és az osztrák-magyar monarchia igazából csak egy csatlós állam az ő szemükben. Az egyezkedések lassan mentek, és rengeteg kompromisszumot kellett meghozni. Sok történész úgy tartja, hogy akár lehetett is volna valami ebből a békepróbálkozásból, csak sajnos megint csak közbeszólt a történelem. Ugyanis történt, hogy 1918 legelejére Oroszország lényegében teljesen összeomlott. Már nem bírta tovább a harcot, az új kommunista kormánya pedig külön békét kötött a központi hatalmakkal, így azok végre át tudták csoportosítani a katonáikat a keleti frontról a nyugatira. Érthetően mindenki fel volt fídelve, hogy a világ egyik legnagyobb hatalmát sikerült térdre kényszeríteni, és így már csak a franciákat meg a briteket kellett legyűrni. A monarchia külügyminisztere különösen annyira fel volt fídelve, hogy fogta magát és nyilvánosságra hozta Károly levelezését a franciákkal. Mondván, hogy ha, nézzétek, a baget szexuálisoknak tele van a gatyájuk fossal, ezért békét akarnak tőlünk, de nem, mi legyőrjük őket a rákba. Ez a franciákat annyira felidegelte, hogy azonnal felhagytak mindenféle tárgyalással, de talán nem ők voltak a legmérgesebbek. Miután kitutódott negyedik Károly és a francia miniszterelnök levelezése a külön békéről, második Vilmos császár magához hívatta Károly Berlinbe, ahol hangosan ordított vele, valamint többször is megfenyegette őt szóban. Adjad a következményt, hogy rádugrok, szétkönyököllek, neked megyek fejjel, belső combot, külső combot, szanaszélye rugdosom 130 kilóval, betérdelek, befolytalak, szabad fogásba vagy kötött fogásba kitöröm a kezedet, fejbe rúglak, gyomron rúglak, májgerit adok, kisöpröm a lábadat, utána vállaljad mindezeket. Ezzel minden esély a külön békére lényegében szerte foszlott. Azonban Oroszország hiába esett ki a harcokból, már nem volt remény. Belépett az Egyesült Államok, és a németek lassan és lassan visszaszorultak nyugatról. Görögországból az Antant megindította az újabb offenzíváját egyenesen a monarchia irányába. Bulgária összeomlott, őt pedig az Oszmán Birodalom követte. Továbbá magában a monarchián belül is lázadások és felkelések törtek ki. Ilyen volt például Magyarországon az úgynevezett őszi rózsás forradalom. A legtöbb ilyen forradalomnak, lázadásnak, felkelésnek két célja volt. Egyrészt, hogy véget vessenek a háborúnak, másrészt pedig, hogy kiszakadjanak a monarchiából. Károlynak ekkor már fogalma sem volt arról, hogy mégis mit kéne tennie. Ekkor egyedül már csak felesége, Zita, tartotta benne a lelket. Végül ő és kedves felesége egy elhatározásra jutottak. Ennek így már nincs értelme. Te megpróbáltál mindent. A kedves szavaid már nem tudnak segíteni, elbuktam. Vicces, nem? Annyian vártak már arra, hogy az én helyembe kerüljenek. Mégis én nem érzem magam olyan jól itt. Biztos van valami megoldás, hiszen mindig van, nem? 1918. november 3-án végül a monarchia is egyezményt kötött. Később november 11-én Németország is, ezzel pedig véget ért az első világháború, az Antant hatalmak győzelmével. Végül 1918. november 13-án Károly kiadott egy nyilatkozatot, hogy lemond. Lemond mindenről, lemond az osztrák, a cseh és a magyar trónról. A nyilatkozat a magyar ügyekre történő hivatkozó része az pedig így hangzott.
Tróra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet mielőbb a háború borzalmaitól megszabadítsam, amely háború keletkezésében semmi részem sem volt. Nem akarom, hogy személyen akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlanul szeretettől vagyok áthatva. Ennél fogva minden részvételtől az államügyek vitelében visszavonulok, és már eleve elismerem azt a döntést, mellyel Magyarország jövendő államformáját megállapítjuk. Akárcsak Magyarországon, Ausztriában is kikiáltották a köztársaságot, amely köztársaság Károlyt és az egész családját azonnal számvízte Svájcba, valamint trónfosztotta is. Károly depresszióba esett egy időre, és még a szép svájci hegyek látványa sem tudta megnyugtatni. Tudjátok, hegyek, mint a nepálos részben. Azonban talán amikor rátekintette a saját életét, eszébe jutott valami. Ő maga, a család egy jelentéktelen ágába született, messze a tróntról, mégis ő lett a trónörökös, és ezáltal a király. A sors messzire eljutatta őt, lehet, hogy ez is csak a sors egyik próbatétele. Eldöntötte, hogy mindent meg fog tenni, hogy visszaszerezze a trónt. Persze, eleinte nem az osztrák trónra gondolt, hiszen az osztrákok trónt fosztották őt és száműzték. Na de a magyarok? A magyarok azonban nem. 1918 és 1920 között a magyaroknak elég rosszul alakult a szénájuk, és úgymond nem volt idejük ilyesmivel foglalkozni. Erre a két éves időszakra talán a legtalálóbb kifejezés a szopóló roller lenne. Ugyanis itt volt minden, instabil, népszerűtlen szar kormány, lázadozó kisebbség, saját fosában feltrengő gazdaság, kimölt hadsereg, kommunizmus, valamint a legrosszabb ez a földrajzi holokauszt. Azonban úgy tűnt, hogy 1921-re stabilizálódott a helyzet. Magyarország királyság maradt, de a királyi poszt üres volt. A királyi teendőt a kormányzó, a nem sokkal korábban megválasztott Horthy Miklós admirális látta el. Horthy posztja csak ideiglenes lett volna, de végül azt tudjuk, ez nem így alakult. Károly úgy döntött, hogy kap a lehetőségen. 1921. márciusában Szombathelyre utazott, ahol támogatókat gyűjtött magának, majd ezt követően felszólította Horthy Miklóst, hogy adját neki a hatalmat, mivel lemondásának ellenére még mindig ő gondolta magát Magyarország királyának. Horthy ekkor még le tudta őt erről beszélni. Ezzel foglak szétszabdalni, oké? Horthy tudta, hogy ha ismét egy Habsburg kerül a magyar trónra, akkor a környező országok támadást intézhetnek Magyarország ellen. Károly ezt megértette, és visszarepült Svájcba. A jelek szerint nem volt túl jó emlékező képessége, mert az év végén, októberben ismét visszatért Nyugat-Magyarországra, és ismét összegyűjtötte a követőit, valamint ismét felszólította Horthyt, hogy adja át a hatalmat. Azonban Horthy ekkor már nem tudta őt lebeszélni a terveiről. Károly összegyűjtötte az összes támogatóját, és Budapest felé indította őket. Lényegében elindultak vonattal, mintha valami nagy piknikre indultak volna. Körülbelül 2000 fővel. Azonban közben Budapesten Horthyék sem voltak tétlenek, ők is megszervezték a védelmet. Akik Budaörsnél találkoztak a royalistákkal. A budaörsi csatában, vagy ahogy én hívom a Teszkós Waterloo-i csatában, körülbelül 2000 Károlypárti nézett szembe 6000 kormánypártival. A királypárti erők veresége borítékolható volt. Károly el akarta kerülni a felesleges vérontást, így amikor már látta, hogy a hasznak nincs értelme, visszavonulót fújt. A budaörsi csatát a kormánypárti erők nyerték meg, körülbelül 20 halottal. Egyébként ezeket a csapatokat főleg egyetemisták alkották, gondolom járt érte kredit, vagy mi. Károly ekkor már másodjára próbált visszatérni a magyar trónra. Horthyék ekkor már végleg belátták, hogy Károly túl nagy veszélyt jelent a magyar kormány számára. Így az Antanttal közösen megbeszélték a Károlyt és családját, az akkor Portugáliához tartozó Madeira szigetére száműzik. Károly ekkor végleg belátta a veleségét, és ismét depresszióba esett. Egyszerűen nem tudta elképzelni az életét a trón nélkül, Magyarország vagy Ausztria nélkül. Azonban nem kell sok időt eltölteni a Madeira szigetén, mivel 1922-ben elkapta az akkoriban nagyon trendi spanyol náthát. Halálos ágya mellett ott ázít a királynő, aki ezt követően még élt 60 évet, de egyszer sem házasodott újra.
Végül az utolsó magyar király 1922. április 1-én 34 évesen kilehelte a lelkét. Károly egy érdekes figura. Összesen csak 2 évig uralkodott ugyan, de azt a legkritikusabb időszak alatt tette. Az utolsó magyar király életét meghatározta a katolikus hite, illetve a béké értett erőfeszítései, mind a saját családján belül, mind az igazi hadszíntéren belül. Ebből kifolyólag 2004-ben II. János Pál pápa boldoggá vatta az utolsó magyar királyt. Habár a magyar történelem 5. legrövidebb ideig trónon lévő uralkodójáról van szó, és csak 34 évet élt, mégis egy mozgalmas életet élt, és ha ezek után megkérdezik tőled, hogy ki volt az utolsó magyar király, akkor tudni fogod, hogy... Károly!